Üdvözöllek! A rusztikus formák, vintage textúrájú felületek reneszánszukat élik. Nézzük, hogyan lehet egy trendi tortát kreálni. Ez most a rusztikus szivárványtorta lesz. Először készíts egy fehér piskótát. Ehhez a tojásfehérjéket a csipetnyi sóval, a botmixer habverős végével verd kemény habbá. A habot az edénnyel együtt tedd félre. Keverd a vajat a cukorral habosra. Kanalanként adagold hozzá a lisztet. Öntsd hozzá a tejet, majd a vanília kivonatot, keverd egyenletesre. Adagold hozzá a tojásfehérje habot, és keverd óvatosan össze. Az összekevert fehér piskóta alapot oszd el egyenlően 6 kisebb méhtányérbe. Mindegyik adaghoz adj néhány csepp ételszínező pasztát. A fehér piskóta alapokat keverd össze az ételszínező pasztákkal. Így 6 színű tésztamasszát fogsz kapni. Egy körülbelül 20 cm-es átmérőjű, tapadásgátló sütőfóliával kivélelt torta formába öntsd egymás után sorban, rétegesen a színes masszákat. Színes masszát előmelegített 180 fokos sütőben süzd 45 percig. A teljesen kihűlt szivárványtortát vízszintesen egy tortaszeletelő gyűrű segítségével vágd ketté. Egy csésze 2 deciliteres habtejszínt, fél csésze polcukorral, gépi habverővel verd kemény habbá. Csökkentsd a gép fordulatszámát, s habhoz óvatosan keverd hozzá az 500 ml maszkarpónét. Legkönnyebben a kör alakú tortákat egy forgótányéra fektetve tudod díszíteni. Erre a célra kiválóan megfelel például a mikrohullámos ütőforgótányérja. A krém egyharmadával töltsd be a torta egyik felét. Helyezd a másik tortalapot a tetejére, s a krém maradék kétharmadával vont be rétegesen a torta felületét. Az utolsó réteg krémmel alakítsd ki a rusztikusságát, ami tulajdonképpen annyiból áll, hogy nem simított teljesen el a tetejét. Vintás felükő falat láttál már, ugye? Na körülbelül ilyennek kell a te tortádnak is kinézni. Helyezd a kész tortát hideg helyre 2-3 órára, míg a felülete kissé megkeményedik, majd friss eperszemekkel tálalhatod. Jó étvágyat kívánok!